egyszer valaki, úgy mondják egy görög bölcs, adjad világpontot, és kifordítom sarkaiból a világot. Én megtaláltam ezt a pontot, legalábbis önmagam számára. Ez a föld az, amelyen élünk. A szívsús puszta, a ragadós televény és a zöldelő dombok földje. Magyarország, a 10 millió magyar, aki benne él. Szépe a mi hazánk, szebbe, mint másoké. Nem tudom, nem is érdekel. Hogy jobb-e a földje? Gazdagabb-e a belseje? Nem tudom, nem is keresem. Hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztünk, beköltöztünk-e, vagy földből löltünk? Mindegy, ma már egyet vagyunk vele. Napunk közön a többiekkel, de esélytől a mi füveink is nőnek. A mások szép és gazdag földjét, én hát nem irigylem. Lábammal bukáig jár a magyarsága. Arcomat kicserzi az éles, pusztai szél. Szemeimet kicsire húzza a kemény, sivatagi napfény. Gondjaim lehúznak a földre, vágyaim felemelnek a felhők fölé. Nincsen más számomra, mint emésztő töprengés. Forró vágyak és kemény akarat. Ide kell hoznunk a nagyvilágot. Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Kossuth Lajos táborában két szám a Major Anna, egy szép barna magyar huszár sejlovát karéjozza. Ne karéjozz, magyar huszár, mert leesel róla. Nincsen itt a te édes anyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem lépésbe, de sem váltába, sejre nem esek róla. Mert a huszár a gyerekbe bele van teremve, mint a rossz maringa jó földbe, sejbe legyök eredve. Hogy is volt? Ti ott voltatok? Meséljétek el, mi történt akkor Pesten. A szabadságtól, lelkesedéstől megszépülnek, kivirulnak az emberek. Így volt ez 1848 idusán is. A március 15-i pesti események egy egész Európát érintő folyamat részévé váltak. 3 héttel korábban a francia fővárosban több mint 100 000 ember kelt fel Lajos Fülöp uralma ellen. Február 24-ére virradóan több 100 barikádot emelt a Párizsi, és 2 nap múlva kikiáltották a köztársaságot. A kontinensen futótűzként terjedt a hír. Március 13-án Bécsben is kitört a forradalom. A tömeg Metternich menesztését követelte. Március 14-én este a pesti Pilvax kávéház, mint minden fogadó tele volt a vására igyekvő magyarokkal. 10 óra tájban egy fiatalember rohant be a kávéházba. Uraim, a pozsonyi ifjúság küldötte vagyok. Most érkeztem a hajóval. Tegnap Bécsben kitört a forradalom. Metternich megbukott, a nép barikádot emel és fegyverkezik. Villámcsapásként hatott ez a hír a jelenlevőkre. Általánosan megdöbben is. A pillanatnyi csendet érzes hang töri meg. Íme! A forradalom felgette már itt dúg a közeli szomszédba. És mi tény továbbunk? Nem! Cselekedni fogunk! Mindenki a közbe kiáltóra tekintett. A kávéház egyként zúgott fel. Igen! Cselekedni fogunk! Most éppen még a Yeah.
vettük föl először a cselekvés zászlaját. Mi riasztunk föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, és benne egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív földobban. Ez szóvá, s egy értelemmé olvad össze a haza, az értelem, lelkesülés a szó, szabadság vala. Ó, ez ritka szép lábány volt, s majd ha védül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort, anyapák. Legyen hát tiétek a dicsőség és a bér. Isten neki, nem küzdenék mi, sem dicsőség, sem díjért. S ha újra tenni kell majd, akkor újra ott leszünk. Magunknak baj, s kinektek fotonukat szerezünk. Március 14-én az én nagy részét ébren töltöttük. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni. Mert az határozottan előttünk áll, hogy valamit tenni kell. És mindjárt holnap. Hát ha holnap után már késő lesz. Én kokárdákat voltam serényen, Sándor pedig az íróasztalnál ült. Verset írt. Felvíratt a nagy nap, dicső nap, korán reggel az ifjak kávéházába, a pillanatba siettem, amely már tele volt ifjakkal. Jókai felolvasta a nyilatkozatunkat, én pedig a nemzeti dalomat szavaltam el, amelyet két nappal előtt írtam, az ifjúság lakomájára készülve. Keressük fel az egyetemi ifjúságot, menjünk elsőnek az orvostanhallgatókhoz. Utána miért nem ökött majd a jogásokat a szemináriumba? Uraim, a törvény nevében megtiltom, hogy itt az egyetemen felforgató tevékenységet folytassanak. Azonnal távozzanak, kérem! Levele! Ne álljon az utunkba! Kérem! Vigács vagyok, magam is jogászhallgató. Barátaim, professzorink elhújtottak attól, hogy a négy napunkra tartozó ifjúsági lakomán mi, diákok részt vegyünk. Kicsapatással fenyegetnek, ha mégis oda megyünk. Ne hozzák el a magatokat! Szégyen, gyalázat! Fiúk, most menjünk a cenzorhoz és írassuk a levelet a nyilatkozatot meg a nemzeti dal. Cenzorhoz nem megyünk! Nem ismerünk többé semmiféle cenzor! Gyerünk, egyenesen a nyomdába! Barátaim! Választjuk meg a különbséget, amelyik a nyomdásszal tárgyak. Javaslom Jókait, Petőfit, Vasvári Pált és Vidácsot. Itt a legközelebbi nyomda, a Landerer és a Hekenár. Előre ország népem, hajtban a győzelem vár, hív hazán. Ellenünk tört a kény uralma, vérben áztatja a zászlaját, vérben áztatja a rúd zászlaját. Halljátok már, küldi a zsarnokban, őszöldik és raphadát, lelőnek népet és hazát. Bosszutára kifjós gyönge lányom, hajrák fegyverbe hát, maga hív hazát. Csak jöjj, öntözve már, rút vérünk a hazát. Tanárunk, 12 pontot kell nyomtatnia, és betöltsába a barátunk költeményét, a nemzeti dal. Szó sem lehet róla, uraim! Van engedély? Ugye, hogy nincs? Szeretném előbb engedély. Mi adjuk az engedélyt a forradalmi ifjúság! Uraim! Mindennek megvan rendjétmódja. Én egyszerű ifjúros ember vagyok, nyomdás. Ha önök azt mondják nekem, hogy ezt a nyomdát a négy nevében lefoglaljuk, akkor én... Köszönjük a jó tanácsot, Manderer ura! Tehát ezt a nyomdát a forradalmi négy nevében sajtos szabadság érdekében. Ezennel lefoglalom. Igen! A 12 pontot és a nemzeti dalt azonnal nyomni kezdték. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen vége, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését! Felelős minisztérium az Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti örsereget! Közös terviselést képviseltet egyenlőség alapján. A húrbéri viszonyok megszüntetését. Esküdtség felállítását.
magyarokat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfóbiók szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis kezdének magyarországgali egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Talpra magyar! Írja haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok! Ez a kérdés, választatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem juthatnak! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonnai bitang ember ki most, ha kell, halni nem mer! Kinek drágább mondj élete, mint a haza becsülete! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez! Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. Áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Él a magyar! Az égben rendül lelke, farja, kőhomloka,
jött akarata, magasba, mélybe szálltunk. Ó, ember, én hiszek te benned! Ó, ember, én hiszek te benned! Ó, ember, mind szeretlek én! Ó, ember, mind szeretlek én! Te nyomorúságos, hatalmas! Te nyomorúságos, hatalmas! Te végzetes, te diadalmas! Utódod Isten örökén! Te végzetes, te diadalmas! Utódod Isten örökén! Este a Nemzeti Színházban Katona nagy drámáját játszották. A szabadság ünneplése ott is folytatódott.